A tavasszal jelentették be, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia 17 éves jobbszélsője, Terjék Roland, a kétszeres Bajnokok Ligája győztes Montpellier együttesében folytatja pályafutását. Az ifjúsági válogatott játékos a múlt ősszel megtapasztalhatta, milyen a légkör leendő klubjában, akkor edzőjével, Kopornyik Zsolttal már eltöltött néhány napot Franciaországban, és csupa pozitív tapasztalattal tért haza. Az első gondolatom nyilván az volt, hogy a körülöttem lévőket felhívtam, hogy lehet, hogy ez tényleg meg fog történni, de nyilván először nem gondoltam komolyan. És utána egyre többször kerestek az úriemberek, úgyhogy utána már egyre tudatosabb volt az egész. Kint inkább a taktikai részre voltunk jobban ráfeküdve, mint itt is láthattátok, itt inkább a gyorsaságfejlesztés és a kondicionális képességek voltak így előtérbe helyezve. Kint inkább már ezeket a taktikai dolgokat finomították, és az alapján dolgoztunk 3 napon keresztül. A fizikális képességeimet azt nem dicsérték meg, mert abban még van mit előrelépni, de úgy gondolom, hogy a többi a kézilabda részével meg voltak elégedve, és ezt külön Kopinak is visszacsatolták. Szerintem, aki a kézilabdában jártas, tudja, hogy a francia kézilabda mit képvisel a világ élvonalában. Én emellett a szakmai rész mellett kiemelni nagyon az emberséget, tehát ez alatt az 5 nap alatt úgy bántak velünk, illetve úgy viszonyultak hozzánk, illetve hát leginkább a Rolandhoz, mint hogy egy igazi világsztár lenne, holott ő egy 17 éves gyermek. Én azt gondolom, hogy jó kezekbe kerül. Láttam azt, hogy nagyon nagyfokú a szervezettség, nagyon nagyfokú az összetartás, és nagyon-nagyon particionált a szakmai munka. Mindenki tudja, hogy mi a szerepe a lövő technikájában, illetve a lövés variációkban a kortársai előtt lehet, illetve a kortársai a kinti francia srácokat is megelőzi. Az nyilván kondiciális képességben kell, hogy fejlődjön. Én azt hiszem, hogy ami számunkra egyértelmű vált, hogy a technikai képzettségében jelen pillanatban előrébb tart, és ennek köszönheti a szerződés ajánlatot. A fiatal játékos az első szezont a tanulásra használná fel, és a céljait illetően inkább 3 éves távlatban gondolkodik. 2025. júniusig írtam alá, szóval én úgy gondolom, hogy ez a 3 év ez tökéletes lesz arra, hogy a kis létrefokokat meglépjem, és hát nyilván az a cél, hogy az U21-es csapatba is beverekedjem magam, és szeretnék minél előbb esetleg az EHF kupa vagy a Bajnokok Ligájába játszani. Rolandot a kezdetekről is kérdeztük, arról, hogy miként jutott el a Balatonboglári Akadémiáig. Salgótarjánban kezdtem el kézilabdázni. Kicsit zökkenőmentes is lehetett volna ez a pályafutás, de úgy gondolom, hogy kapusként elkezdtem, és akkor szerintem fel tudtam úgy magam építeni, hogy belevágjak nagyobb dolgokba is így a későbbiekbe. És utána jött ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia kiválasztó, és ott sikerült. Még kisebb koromban nem voltak elájulva a dobótechnikámtól, úgyhogy az edzőm berakott a kapuba, és hát ahogy így nőttem, nyilván egyre többet foglalkoztam én is, hogy vajon milyen lehet a mezőnybe játszani, és hát a 6. osztály elejére úgy döntött az edzőm, hogy akkor megnézzük, hogy kint hogy működik a rendszer. A magyar utánpótláskorú kézilabdázókra nem különösebben jellemző, hogy ilyen fiatalon légiósnak álljanak. Terjék ebben különbözik a többiektől. Ha rajtam múlott volna, akkor már a megkeresés napján is kimentem volna nagyon szívesen, de hát ez nyilván több dologból tevődik össze, ezt a szüleimmel és a Kopival is meg kellett beszélni, úgyhogy ez tudatosan volt felépítve. Hát nyilván a magyar játékosok inkább először itthon próbálnak szerencsét, de én úgy gondolom, hogy ebbe egy kicsit különbözök a többi játékostól, és én szeretem nagy kihívások elé állítani magamat. Természetesen nem csak Rolandnak, hanem a NEK-ának is nagy büszkeség ez a külföldi szerződés. A stábból is beszéltük, hogy ez egy visszaigazolás a munkára. Nyilván Rolandnak a pályafutását meg kell köszönni annak, aki a kezébe adta a kézilabdát, tehát nem arról van szó, hogy itt most a NEK-án történt minden, de azt gondolom az elmúlt 3 évben is tudtunk rajta fejleszteni, és tudtunk rajta javítani, hogy kézilabdás legyen, formáltuk a személyiségét is, igyekeztünk legalábbis. Én úgy hiszem, hogy nekünk ez egy rendkívül jó és egy előremutató irány, illetve egy példa lehet a többi fiú számára is, hogy akik nálunk kézilabdáznak, lesz lehetőségük elkerülni külföldre. A távlati cél pedig az, hogy húzamosabb ideig a legmagasabb szinten kézilabdázzon. Ha a Bajnokok Ligájába tudok már szerepelni, akkor nyilván meg szeretném hosszabbítani a szerződést a felnőtt csapattal. Ha netán esetleg egy ettől is nívósabb klub, akkor majd kiderül, hogy ki lesz az, esetleg megkeresne, azon hezitálni fogok nyilván, de a cél az, hogy húzamosabb ideig a Bajnokok Ligájába szeretnék szerepelni.